Idén 10. alkalommal kerül megrendezésre az intézményünkben a jótékonysági bál. Az alapítványunknak a jótékonysági bálja ez, és hát nagyon örülünk neki, mert erre a jubileumi évfordulóra valóban azt gondolom, hogy egy feltétlenül műsort fogunk tudni, illetve egy hangulatos kis bált fogunk tudni a szülőkkel közösen szervezni. Természetesen nem feledkeztünk el a Mikulás ünnepségről. A gyerekeknek ez meglepetés lesz, tehát miután ők a szerepléssel végeznek, akkor meglepetésként meg fog jelenni a Mikulás, és természetesen kis ajándékkal fog kedveskedni a gyerekeknek. A Táncmulatságon én azt gondolom, hogy nem csak régiónk, hanem országosan is elismert zenészünk van évek óta. Ő Stempel László, ez tulajdonképpen a szülők folyamatos kérése, hogy Stempel László, aki zenél nekünk minden alkalommal. Folyamatosan a jótékonysági bálból játékokat vásárolunk a gyerekeknek, és különböző programokat szervezünk ebből a befolyt összegből. Thank you.